never been so loud before. Just trying to make you understand my eyes and hands, but you don't even hear my call. And you make me wonder who I am. Do you know what I see? I see myself cry and say you won't be. Sziasztok! Ebben a 4 perces kis videóban megmutatom, hogy hogyan készítsünk pesztót házilag. Én azzal kezdem, hogy felrakom a tönkölytésztámat főni, ami ugye 8 perc alatt megfő, és ez alatt a pesztó is kész lesz, de bármilyen tésztát használhattok. Ugye írtam, hogy 4 nagymarék zöldet használok, ebből fontos az, hogy 1 nagymarék az bazsalikom legyen, mert ez nagyon jó ízt varázsol a pesztónak, illetve én még a céklának a zöldjét is belevágtam, meg éppen ami nő otthon. Most sok spenótunk van, vizitor, mánk, rukkolánk, fűszernövények is szépen nőnek. Tehát ez tényleg a képzeletek erejére van bízva, hogy mit raktok bele, ahogy szeretnétek. Aztán mindent szépen megmosunk, és egy olyan nagykésű konyhai robotgépbe rakjuk, ami ezeket a rostos zöldeket, illetve a magvakat majd jól össze tudja aprítani. Ugye általában a bolti pesztók fele az olaj, mi most itt egy evőkanál tök magolajat adunk hozzá, mert nem szeretem az ilyen nagyon olajos, zsíros dolgokat, illetve egy kis citromlevet még, és ahogyan mi a pesztót igazából zsírossá tesszük, az magvak, tehát egyharmad pohár, vagy 60 g dió, és 4 evőkanál fenyőmagot rakunk hozzá, de ha nincsen otthon fenyőmagotok, akkor kesúdió is jó, vagy bármilyen mag, jó, egyébként nagyon magas omega 3-ba, tehát így az omega 3-6 balansznak, szintnek, mérlegnek is jó. Sóbors, ez tetszés szerint, tehát mi egy kiskanál tengerisót és fél kiskanál borsot használunk hozzá. Ami viszont nagyon fontos, az a sörélesztő, hiszen ez adja majd azt a sajtos ízt, amit általában ugye a parmezán ad, de ha még sajtosabbra szeretnétek majd a végén a parmezánt, akkor most itt a jobb felső sarokban megjelenik egy recept, ami a vegán parmezán receptem, még ezt szórhattok a végén rá. De itt most 4 evőkanál sörélesztőt hozzárakunk, és majd ez bőven elég lesz, hogy ilyen jó kis sajtos ízt adjon. Majd pedig megnyomjuk az ongombot, és kezdődhet is a mixelés, és ilyen szép, gyönyörű zöld mixet kapunk, és szerintem itt rájöttünk, hogy nem raktunk bele fokhagymát. Hétvége van, úgyhogy ehetünk fokhagymát egy kis gerezdel hozzá is raktunk. Ez bőven elég, mert ugye nyers marad a fokhagyma, tehát elég erős lesz. És ugye itt a cél az, hogy egy ilyen szép, sűrű, enyhén zsíros mixet kapjunk, amit aztán rögtön rakhatunk is a megfőtt tésztánkra. Szerintem amúgy ez hamarabb kész van, mint a 8 perc alatt megfő a tészta, illetve egy kis üvegben, 7-től 10 napig a hűtőben szerintem simán eláll, de hát ugye nálunk nem szokott ennyi ideig tartani. Majd pedig a tésztára rakjuk, dekorálhatjuk még fenyőmaggal, zöldekkel, és kész is. Jó étvágyat kívánok!